Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kisvárda ellen szerezték meg 5. győzelmüket a nyírbátori férfi kézilabdázók. Hazai pályán kapott ki 17 ponttal a Meassz Miskolctól a Nyikse. Véget ért a vitorlás szezon a török széling versenyzői számára. Megszerezte 5. győzelmét az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese a Kisvárdát fogadta, és 33-23-ra megnyerte a találkozót. Harmadik hazai mérkőzésén is megyebeli rivális ellen lépett pályára Nyírbátor, a Tiszavasvári és a Fehérgyarmat után a hatodik fordulóban a Kisvárdát fogadták Felföldi Róberték. A hazaiak kapusa mindent meg is tett azért, hogy csapata otthon tartsa a 2 pontot, az első fél időben 18 lövést hárítva mindössze 9 gólt kapott. Támadásban is eredményes volt a házigazda, szünetig 20 gólt lőttek, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Azért persze a második 30 percet is le kellett játszani. Az már kiegyenlítettebb volt, felváltva estek a találatok, így végül 10 gólos győzelmet aratott Falcsik Miklós együttese. Az edzőnek egyszer sem kellett időt kérni a mérkőzés folyamán. Nem volt szükség rá. Azokat, amit megbeszéltünk az öltözőbe, a szünetbe, illetve a taktikain, azt a srácok viszonylag normálisan megoldották. Amikor meg a kollega időt kért, akkor mi is meg tudtuk beszélni. Igazából végig tartottam esetleg attól, hogy ilyen nagy előny már egyszer, igaz, hogy nem a Kisvárda ellen, hanem a Lacéváros ellen már eladtunk, és nem akartam, hogy meg tudják beszélni. Tehát nem ment nekik se a védekezés, se a támadás, és nem akartam beleszólni, hogy ő esetleg lehetőséget kapjon arra, hogy megbeszélje a csapatával. És azért így, hogy így látszott is, hogy rengeteg hibát vétettek. Igazából a Felföldi Robi megteremtette ezt az alaphangulatot, illetve ezt az egész történetet, az, hogy jó védekeztünk, ha pedig nem jó védekeztünk, akkor ott volt Robi, és ezzel tulajdonképpen nagyon el tudtuk venni a kedvüket, és teljesen elbizonytalanodtak, már heteseket se tudták belülni, zicserek maradtak ki, átlövésben szinte egyáltalán nem találtak be abban a szakaszban. Jó, azt meg is dicsértem a fél időben a fiúkat, hogy ez nagyon, nagyon jó volt. A bajnokság előtt azt mondtad, hogy szeretnéd a csapat egy stabil védekezésből szerezni gyors gólokat. Most ezen a mérkőzésen már volt jó néhány ilyen szituáció. Volt néhány ilyen szituáció, de még van mit javuljunk. Tehát középkezdésből például még nagyon gyengének érzem magunkat. Nem vagyunk bátrak, nem merünk bemenni a két ember közé. Ez viszont várható lesz majd az elkövetkező csapatoktól, főleg a Diósgyőrtől jövő héten. Ugye erre oda kell majd figyeljünk a visszarendeződésre, illetve nekünk is vinnünk kell a lerohanásokat, hogy van lehetőség, illetve nagyon vigyázni arra, hogy hogyan tartjuk meg a labdát, nem szabad eladogatni felelőtlenül, hanem türelmes játékot kell nyújtanunk zicserig. Ugye 6 forduló után 5 győzelem és 1 döntetlen a Nyírbátor mélege, most következik 2 olyan mérkőzés, Diósgyőr idegenben, Mezőkövesd itthon, ami talán igazán pozícionálja majd a csapatot, hogy hol a hely a bajnokságban. Milyen 2 meccsre számítasz? Nagyon nehéz 2 mérkőzés előtt állunk. Mezőkövesdről tudni kell azt, hogy idegenben is nagyon acélos, ez nem véletlen az, hogy ők ugye kiestek az NB1B-ből, de szeretnének visszakerülni, ez a céljuk, így is igazoltak, így is haladnak előre lépésről lépésre. Én úgy gondolom, hogy megvan minden szansuk, de azért ingyen nem adjuk magunkat, elmondtam a fiúknak is, egyelőre még mi vagyunk a regláló bajnokok, igaz, hogy nem velem, hanem Molnár Andrással, akinek ezúton is szeretném megköszönni, mert nagyon jó munkát végzett, és nekem megkönnyítette a dolgomat azzal, hogy át tudtam venni a csapatot. És tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nem szabad engedni, hogy ott például gyorsítanunk kell szerintem a játékot, ha ez sikerül, akkor nem lesznek problémáink. Ha belassulunk, és minél több felállt fal elleni játékra fogunk kényszerülni, akkor bajba vagyunk. Ugyanezt már a DVTK ellen nem mondhatom el, a DVTK ellen... Nekünk kell igazából talán laksítanunk a játékot, nagyon türelmesnek lenni, mert nagyon-nagyon rendületesen tudják előrehozni a labdát Moliék, és ez az edzőmérkőzéseken is kiderült, de a felvételeket megnézve is egyértelmű számomra a középkezdésből,
eladott labdában rengeteg olyan gólt szereznek, ami rendezetlen védelem ellen van. Tulajdonképpen a góljaik zöme rendezetlen védelem ellen születik, felállt fal elleni játékra kell őket kényszeríteni. Ha ezt tudatosan meg fogjuk tudni oldani, akkor van szanszunk. Ha mérkőzés előtti eredményeket és tabellát nézzük, akkor azért a Nyírbátor volt az esélyesebb, de gondolom, te sem gondoltad, hogy gyakorlatilag egy fél idő alatt eldől a mérkőzés. Nem gondoltam, főleg úgy azért nem gondoltam, mert azon az első fél időn gyakorlatilag úgy dolgozott a Nyírbátor, ahogy szokott, és az a baj, hogy mi is úgy dolgoztunk, ahogy a Nyírbátor várta. Bár szerintem nekik is meglepő volt, hogy olyan sok könnyű gólt lőhettek. Meg azt gondolom, hogy nekünk a 16 védett lövés, amit a nyírbátori kapusban mutatott a felföldi Robi, sajnos nem voltunk fejben itt. Tehát gyakorlatilag az volt a legnagyobb hibánk, és mert nem, hiába 20 gólt kaptunk az első fél időben, akkor se azt mondom, hogy az a védekezéssel, támadással volt hibánk. Nagyon sok labdát eladtunk, írtósok, azt hiszem, hát most nem 12, vagy nem tudom hány gólt kaptunk így közvetlen indításból, de az a lényeg, hogy még csak meg se tudtuk nehezíteni a dolgokat. 7 meccset követően 3 győzelem, 4 vereség a kisvárdai mérleg volt, közt egy gólos győzelem, egy gólos vereség. Helyek közel ott van a csapat, vagy ott vannak ezek az eredmények, ahova vártad a bajnokság előtt? Nem. Tiszavasvár elleni meccset azt meg szerettünk volna nyerni, az egy gólos vereség. Futotta. Azt gondolom, hogy mivel nekünk az a célunk, hogy egy ilyen jó középmezőnyt, vagy egy biztos bentmaradást a fiatal srácokkal megcélozzunk, nekünk azokat a mérkőzéseket kell megnyerni, amik tényleg a versenytársaink lesznek. Most ez látszott ma, hogy a Nyírbátorral nem vagyunk egy súlycsoportban, bár azt gondolom, hogy ennyi nincs a két csapat között. Sajnos ma nem tudok olyan játékost mondani, aki nálunk a tudásán csak megközelítette volna. Következő mérkőzés? Jön hozzánk a Böszörmény, szintén nehéz lesz, ugye ők egészen régóta együtt dolgoznak, fiatalok, helyi gyerekek, sok mindent tudnak, úgyhogy nekünk most egy elég lejtmenetben vagyunk. Bízom benne, hogy otthon tudunk egy jót játszani és otthon tartani a pontokat. Maga biztos győzelmet arathatok, gyakorlatilag a különbség már az első fél időben kialakult. Könnyebb volt ez a győzelem, mint hogy meccsről számítottatok rá? Igen, sokkal könnyebb volt. Azt hittük, hogy egy kicsit szorosabb mérkőzés lesz, egy ilyen egygólos mérkőzés, de szerencsére, vagy nem szerencsére, hanem stabilan tudtuk tartani a különbséget, amit szépen fokozatosan kiépítettünk. Minek köszönhető az, hogy az első fél időben gyakorlatilag több mint 10 gólt tudtatok közé rakni? A fegyelmezettség mind támadásban, mind védekezésben nagyon tetszett nekem így belülről. Szerintem Miki bácsi is ugyanezt mondta, illetve támadásban is szépen játszottunk, ment a labda, és csak a biztosat lőttük el. A bajnokság előtt nem nagyon lehetett tudni, ugye az elmúlt két szezon bajnokáról van szó, hogy ebben az idejénben hová érhetett a csapat. 6 forduló után 5 győzelem és egy döntetlen a mérleg. Várakozás feletti, vagy ti gondolom azért az öltözőben szezon előtt beszélgetetek, hogy mire lett képes ez a csapat? Igazából nyilván szeretnénk a dobogón végezni, egy top 3-ba. Aztán, hogy hogyan alakul a szezon, az majd nyilván hozza itt szépen fokozatosan. A győzelmek mindig erősítik a csapat önbizalmát. Most 2 olyan mérkőzés következik, Diógyőr idegenben, Mezőkövesd itthon, amely az eddigi 2 legkeményebb meccs lesz. Mire számítasz ezeken? Nyilván mindenkinek neki megyünk, nyerni szeretnénk, ez egyértelmű. Aztán majd lesz, ami lesz. Én szeretek nagyobb, erősebb ellenfelek ellen, vagy esetleg ugyan egyenrangú ellenfelek ellen játszani. Aztán majd 60 perc alatt eldől, hogy melyikünk a jobb. Továbbra is nyeretlen az NB1-B zöld csoportjában a Nyikse. A nyíregyházi kosarasok a Measz Miskolc csapatától kaptak ki 81-64-re. A több, korábban átcsoportban is szereplő játékossal érkező vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 11 ponttal nyerte a Meavc. A második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a miskolciak, miközben a hazaiak nagyon nehezen kerültek dobóhelyzetbe, és dobásaik rendre ki is maradtak. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan 10 pont fölött volt a különbség. A záró negyedben tovább nyílt az olló a két csapat között, végül 17 ponttal győzött a Meavc, a Nyiksének pedig még várnia kell első bajnoki sikerére. Először is szeretem gratulálni a Meavc csapat. Így kell játszani a kosárlabda. Mai meccsen teljesen mutatnak, hogy kell agresszív védezni, hogy kell védekezni, hogy kell harcolni, és ez a mai modern kosárlabda.
A nálunk van probléma, mi már tudtunk ezt, hogy erős, agresszív védekezés ellen nem tudunk rend tartani a pályán. És ha nincs rend, akkor nem tudunk játszani, nem tudunk készülni jó hely. Azért ez a probléma egész szezon. Átlagon dobtunk mindig valami 59 pont, ami kevesebb, így nem tudsz meccsek nyerni, pedig védekezés elég jól csinálunk, nem ennyire sok kosár kaptunk. Így, hogy a mai meccs még, amit tudom mondani, ez a minőségi különbség a két csapat. Tovább kell dolgozni, és meg kell nézni, milyen csapat ellen tudunk nyerni, mert nálunk még mindig cél, csak ligába kell bemaradni. Remélem ez a új játékos, ami csak most jött, ez volt neki első meccs, nem tudom, több mint fél év után. Szeretem, ő sok jobb lesz. Így, hogy meg kell nézni a következő meccsek, mikor otthon játszunk, picit gyengebb csapat ellen, ott kell keresni ez az első győzelem. El lehet mondani, hogy kell azért néhány mérkőzés, hogy kellett még ezek a meccseken túl is kell még néhány meccs, hogy ezt a ritmusra vegyétek, mert azért kiderült, hogy van különbség a két osztály között. Abszolút. Abszolút van. Amit mondtam, mai meccs volt agresszív, tényleg egész meccs agresszív védekezés kaptunk, ami ember kettősek az nincs. Ott komoly meccs kezd csak április-május, mikor országos rájátszás van. És még ez országos rájátszás se közel nincs, ami itt van, ez az agresszivitás és ez a ritmus, amit itt kaptunk. Így, hogy ez a realitás, ez a minőség, különbség minden kettő csapat. Következik idegenben a Budafok, ott milyen meccsre lehet számítani? Nekem más terv volt most ez a meccs előtt, hogy itt próbálunk ez a bravúr meccs nyerni, és utána ez a taktikázni kell picit. Budafok meccs nehéz lesz ott nyerni, ez vereség nélkül vannak, és utána két meccs otthon, ami picit nem is tudom, hogy én tudom mondani a gyengebb csapat, csak ott lehet keresni ez az első győzelem, csak már nem sikerült nyerni, így, hogy terv marad ugyanez, hogy próbálunk két hazameccs nyerni, pedig Pesten nem menjünk így, hogy akarunk kikapni, próbálunk nyerni, így csak nagyon-nagyon nehéz lesz. Lehetett tudni, hogy a MEASZ Miskolc egy rutinos csapat, olyan játékosok, akik magasabb osztályban is játszottak, beragadtatok az első negyedben, mi miatt történt? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a jövő heti edzéseken ez lesz a fő megoldandó kérdés, hogy mi történt, én sem tudom megmondani. Tehát úgy készültünk, hogy nekik megyünk, úgy készültünk, hogy minden szabad labdára vetülünk, és nem ez történt. Tehát pont az ellenkező történt, nem tudom megmagyarázni. Nincs még győzelme a csapatnak. Mikor nekivágtatok a bajnokságnak, lehetett tudni, hogy azért ez más kávéház, az NB1-B zöld csoport. Ettől függetlenül értek benneteket meglepetések bármilyen szinten? Nyilván más szint, egyen magasabb osztály, ért meglepetés minket szerintem egy kicsit, de szerintem magunkat kell legyőzni első körben, tehát át kéne szakadni ennek a mentális gátnak, amit Bráne is beszélt, egy győzelem, és utána átlendülünk, utána megérkezünk a zöld csoportba, ez biztos. Most jelenleg valamiért nem, tehát egyszerűen nem megy senkinek. A legnagyobb különbség itt, amit észrevettem én is meccs, hogy mindenki felkészül, tehát mi is felkészülünk minden ellenfélből, viszont belőlünk is totálisan. Tehát volt olyan figuránk, amit nem látott az ellenfél, és mondták, hogy hé, ez valami új. Tehát azért mondom, hogy nagyon jobban felkészülnek, tehát ez a különbség inkább akkor az NB2 meg az NB1 között, hogy itt azért jobban, sokkal jobban felkészülnek belőlünk. Milyen a játékosok lelkesedés, hogy a győzelmek építenek mindig egy csapatot. Győzelmek után nagyon jó hangulat a következő edzéseken. Nektek viszont minden meccs után úgy kell nekivágni a következő hétnek, hogy vereség után vagytok. Legalábbis eddig így történt. Én nem látok gondot az edzés munkába, tehát mindenki oda teszi magát. A hangulaton sem érzem azt, hogy letargia lenne. Azért igyekszünk változtatni, nyilván most már muszáj valami más csinálni, és próbáltunk a bemelegítésen is változtatni, próbálunk valami mást elérni.
bízok benne, hogy jövő héten a két meccsbe az egyiket behozzuk. Véget ért a vitorlás szezon a török széling versenyzői számára. A Leveleki tavon és a Balatonon készülő fiatalok közül a török Zsigmond Kántor Dávid kettős világbajnokságon és Európa-bajnokságon is képviselte a magyar színeket. Én nagyjából 28 éves voltam, amikor elkezdtem vitorlázni, és én kishajózni szerettem igazából. És én arra gondoltam, hogy Svájcban, vagy Olaszországban, vagy Ausztriában is minden pici tavon vitorláznak, a cseheknél meg főleg. És vettem 5 kishajót, és úgy gondoltam, hogy én ezeket a gyerekeket fogok megtanítani vitorlázni. Aztán valahogy összejött az, hogy a Leveleki tavon helyet kaptunk, és ott indultak el a vitorlástáboraink. Egyébként a Leveleki tó mellett vannak olyan vízterületek a megyében, amelyek alkalmasak a vitorlázásra? Még Szabolcs-Veresmarton lehetne vitorlázni, ez egy elég nagy vízfelület, csak ugye nehéz ezt megoldani, hogy oda eljárjunk edzeni. Mondom ezt annak ellenére, hogy a Balatonra pedig eljárunk, de egész más kiépítettségű infrastruktúrára van ahhoz szükség, hogy komolyan lehessen edzeni. Ha már a Balatont említetted, a Balaton nyugodtan lehet mondani, hogy Európában a vitorlás volt egyik mekkája. Mikor jutottak el a gyerekek arra a szintre, hogy már a Balatonon is hajóba szállhattak? Az első táboruk után a fiamék Zsigáik az akkori társával, Péter Lacikával, igazából az első tábor után elmentünk egy balatoni versenyre, ami, hát hogy is mondjam, finoman elég érdekesen sikerült, tehát ott azért voltak kihívások, de igazából attól, hogy nagyobb a víz, meg máshogy fúj a szél, ugyanúgy kell rajta vitorlázni, mint a Leveleki tavon. Mikor kezdtek jönni az első eredmények? Tavaly előtt volt egy nagyon-nagyon jó szezonunk, akkor volt egy verseny, amit megnyertünk, a Balatonfüredélyek Klubnak volt egy az Eresfeva a hajóosztályban kiírt versenye, ezt megnyertük, ott volt még valamelyik versenyen egy harmadik helyünk, és az ilyen jó eredménynek számított. Folonikában tavaly előtt a világbajnokságon, bronzcsoportban azt hiszem talán a harmadik legjobb helyen végeztek a fiúk, azok jó eredménynek számítottak, és mondom ezt leginkább azért, hogy jó eredménynek számítottak, mert akkor még 12-13 évesek voltak, Zsiga most is 14 éves, és ugye ez egy U19-ig, tehát 19 éves korig tartó hajóosztály, tehát ahhoz képest nagyon jó a mostani helyezésük is, negyedik helyen zárták idén is a magyar ranglistát. Mi a neve egyébként a hajóosztálynak, és mit kell tudni magáról a hajóról? Eresfeva a hajóosztály neve, ennek van egy picit versenyzősebb változata, azzal megyünk, ez tulajdonképpen egy műanyag hajótest, viszonylag könnyen és olcsón fenntartható, könnyű szállítani, 3 vitorlája van a hajónak, egy nagy vitorlája, egy orvitorlája és egy harmadik vitorlája a blisztere. Hogy néz ki egyébként Magyarországon a vitorlás szezon, mikortól meddig lehet vitorlázni, és hát említetted a Balatont, akkor gyakorlatilag Levelek mellett a másik bázisodok a Balaton. Mi áprilisban kezdünk, április legelején, és rendszerint novemberig tart a szezon, ez nálunk van így. Mi ebben a szezonban 86 napot voltunk körülbelül vizen, ennek a túlnyomó részét itthon, a világbajnokságon voltunk Angliában, illetve Csehországban az Európa-bajnokságon, nekünk idén ennyi volt a külföld. Másoknak viszont úgy néz ki, hogyha a fiúk is idősebbek lesznek és úgy döntenek, hogy ősztől pedig egészen tavaszig külföldön edzenek, jellemzően Spanyolországban, Máltán vagy hasonló helyeken. Néhány év még hátra van azért a 19 éves korig, ebben a hajóosztályban milyen célok, tervek vannak még? Szeretnénk megnyerni az OB-t, ez idén is cél volt, de idén nem értünk sajnos oda. Nem volt messze, de végül nem értünk oda a dobogóra. Az lenne jó, hogyha ezt jövőre az első csapat, a fiúk le tudnák hozni, és azt remélem, hogy utána következő évben pedig mondjuk így, hogy a második csapat, de ez nem rangsor közöttük, hanem ugye ki mióta vitorlázik című kérdés, de azt szeretném, hogy utána következő évben pedig Tiliscsák Bencéjék is odaérjenek majd a dobogóra. Bővülhet-e a létszám, van-e plafon, vagy pedig megvan azért annak a korlátja, hogy mennyien tudtok utazni, edzeni, versenyezni? Igen, az utazás is egy nagyon jó kérdés, tehát ilyenkor, amikor a csapat elindul a Balatonra, ehhez kis busz kell, mert máshogy már nem férünk be, és hát nyilván ugye nekem jön a család, és akkor úgy jönnek a srácok, tehát most nekünk 3 hajónk van, amivel tudunk versenyezni, jövőre próbálok még egy negyediket behozni. Ez a 3 hajó viszont egy nagy lépés, mert igazából mi egy hajóval kezdtünk el versenyezni, utána épült fel a második egység, és az idei évtől stabilan 3 egységgel versenyzünk, remélem, hogy ebből jövőre 4 lesz. Legyen úgy, a országos bajnoki címet említetted, mint célt, jövőre lesz-e VB-EB? Megyünk jövőre is a világbajnokságra is, és az Európa bajnokságra is, illetve hát a jövő év, ha összejön végre az OB, akkor ott lesz a döntési helyzet, hogy milyen hajóosztályban folytatjuk tovább.
Még annyit, hol lesz az EBVB? A Folonikában, Olaszországban lesz a világbajnokság, és van egy titkos reményünk, hogy nagyon-nagyon közel lesz az Európa-bajnokság, versenyzünk érte, reméljük, hogy sikerül elhozni a Balatonra. Nem biztos, hogy egy fiatal ember a sportágat választ, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vitorlázás választja. Te hogyan kerültél ehhez a sportághoz, és előtte sportoltál valamit? Vitorlázás előtt karatéztam 4 évet, és vízilabdáztam. Úgy kerültem a vitorlázásba, hogy apukám vett 4 darab hajót, és akkor azokkal hajóztunk levelek itavon, és az egyik táborban megkérdezte az edző, hogy szeretnénk-e menni egy versenyre, és így kezdődött. Mi az, ami leginkább megfogott ebben a sportágban, mit lehet szeretni benne? A kis hajókkal lehet nagyon gyorsan menni, meg hát érdekes, sose ugyanolyan. Milyen tulajdonságra van szüksége ahhoz, hogy valaki jó vitorlázó legyen? Hát okosnak kell lenni, meg jó érzékszerveknek. Milyen egy verseny hangulata? Azért gondolom, akkor egy picit felmegy az adrenalin szint. Igen, főleg a rajtnál, mert akkor egy 40 méteres vonalon van 30 hajó, és akkor, hogy ott ne ütközzünk, az elég nehéz feladat. Milyen eredményekre lehetsz büszke? A magyar ranglistán 4. helyen zártuk a évet, és az országos bajnokságon 5. lettünk. Igazából a VB-n az ezüst csoportban zártuk a verseny végét. Még ezüst csoportban ebben a hajóban még senki nem volt VB-n, és magyarok közül, és Csehországban pedig mi lettünk az első magyarok. Egy ifjú hölgyre nézünk, akkor azt gondolnák, hogy sportágat választ, el röplabdázni, elmegy atlétizálni, úszni, te vitorlázol, hogy jött ez a sportág, miért döntöttél úgy, hogy vitorlázni kezdesz? A tesómtól jött az ötlet, mert ő is vitorlázik, és én is ki akartam próbálni, apukámnak is ez nagyon jól jött, mert pont kellett egy társ, és akkor én így be is tudtam ülni a fevába. Mit szeretsz a legjobban ebben a sportágban? Mi kell hozzá inkább? Ügyesség, erő? Erősnek kell lenni, hát kicsit hajlékonynak is. Mikor kezdtél el versenyezni, és milyen eredményeket értél már el? 3 éve, most lesz a 3., és hát ugye én U14-ben versenyeztem, és így értem el a vegyes párosba 2. helyet, meg 1/3. Több sportágban van vegyes páros, többek között asztali teniszben is, és vitorlázásban is, te egy ifjú hölgyel párban versenyzel. Mikor szálltál először hajóba, és mikor kezdtél el versenyezni? Először 3 évvel ezelőtt kezdtem el megismerkedni a vitorlázással egy vitorlás táborban. Hát a 2022-es évben, márciusban pedig elkezdtem a versenyzést. Mi a jó ebben a sportágban? Az edzések, a társaság, a versenyek, a hangulat, vagy így minden együtt? Hát igazából minden együtt, a hangulat mindig nagyon jó, rengeteget szoktunk nevetni, a versenyek nagyon jók, nagyon izgalmasak, nagyon szeretek versenyezni, és hát szeretnék minél jobb eredményeket elérni. Egy vegyes városban hogy néz ki a munkamegosztás a hajóban? Egyértelműen nehezebb, mint hogyha 2 fiú versenyezne együtt, de szerintem a kezdetek óta sokat fejlődtünk, és még többet is fogunk. A sportágok versenyeznek a gyerekekért, iskolába toborzókat tartanak, foci, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, egyéni sportágak. Te a vitorlázás mellett döntöttél, miért? Egy nyáron a családommal elmentünk nyaralni a Balatonra, ahol láttam a vízon a vitorlásokat, és ez nekem nagyon megtetszett. Ki akartam próbálni, és ilyenkor jött a török sailing. Kerestünk egy csomó vitorlástábort, és ezt találtuk meg, ez volt a közelbe. Kivel versenyzel, ki a társad, és egy versenyen hogy néz ki a munkamegosztás? Az én társam Fehér Tamás, ő nem ide valósi, és hát ő a kormányos, én vagyok a Mannschaft, és hát ő kormányozza a hajót. Milyen eredményekre lehetsz büszke, milyen eredményeket értél már a pályafutása során? Hát Európa kupán értünk el egy egész szép eredményt, nem lettünk utolsók első versenyünkön. Az országos bajnokságon mögöttünk volt 2-3 hajó, erre is elég büszke voltam. Legtöbb fiatal ember talán futballozik, ez, ha minden igaz, te is a focival kezdted a sportpályafutásodat. Meddig tartott és miért váltottál a vitorlázásra? 4 éves koromban kezdtem a Nyíregyháza Spartakuszban.
és 13 éves korom még fociztam, utána meg még közben vitorláztam is, most nem olyan rég abba hagytam. Mit szerettél meg a vitorlázásban, mi miatt döntöttél, hogy csak a vitorlázás marad? Mindig is szerettem a sebességet, régóta barátom volt Zsiga, és hát megtetszett a táborokból. Azt mondják, egy sportoló mindig fejlődhet, mondjuk fociba, röpladába, kosárlabdába, tudjuk, hogy miben lehet fejlődni, egy vitorlázó miben fejlődhet? Szerintem úgy tud a legtöbbet fejlődni, hogyha meghallgatja az edzőit, és próbál úgy teljesíteni, ahogy ők azt mondják. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!